Hello mindenkinek, Rafanir vagyok, ez pedig itt ismét hosszabb kihagyás után a Sekaio Tsukudaku no Kantana Oshigoto, azon belül is Aurora rútja. Úgy gondoltam, éppen ideje most már tényleg ráállni erre a sorozatra és szépen haladni a végigjátszásokkal, az összes lánynak a végigjátszásával. És Ciel rútja után most Aurora van soron. Legutóbb ott tartottunk, hogy az elfeknek segítettünk, tudjátok, jött az a nagy tahó követ, akiről aztán kiderült, hogy mégsem annyira rossz arc, és az elfeket kisegítettük sok-sok földjóval. Úgyhogy minden bizonnyal most már jöhet a románc Aurora és Arata között. Na akkor lássuk. Miután az elfek falujának követétől elbúcsúztunk, a kastélyba visszatértek a megszokott hétköznapok. Aznap, mivel nemhogy a gyógyító gírek, hanem a Brave Gear ereje sem tudta a fáradtságomat eltüntetni, egész nap a szobámban aludtam. A 4 embernyi munka földeken és a 10 kilométernyi csatorna tisztítás valószínűleg egy kicsit túl sok volt. Túl sok Aratának, nem á? Teljesen nosztalgikusnak éreztem tőlük a saját világom könnyű munkáit. Majd másnap reggel felébredve, még félálomban kimentem a szobámból, át a laborba. Arata, ohayo. Tsukare wa toreta? Arata, jó reggelt. Sikerült kipihenned magad? Igen, valamennyire sikerült. Mielőtt kimondtam volna, hogy még álmos vagyok, Aurora hozzám lépett. Figyelj, szeretném, ha segítenél egy kicsit. Felőlem rendben van, de miben kéne segítenem? Shine működését vizsgálom. Ehhez szeretném újra megnézni a Brave Gear működését. Ja, tényleg, ugyebár Soul az meghalt, és a gérje, Shine az meg itt van nálunk. Ezzel még lesz valami? Megengeded, ugye? Oi, szóra van konomai, kitotóri jette hazda. Hé, azt múltkor megcsináltuk már. Elfelejtetted? Nem, csak van valami, ami érdekel. Megengedi nekem Aben doktor. Uha, itt valami történt. Most nem ölik egymást. Hé, te meg ki vagy? Aurora vagyok. Miért? Csak erre tud gondolni. Te nem az az Aurora vagy, akit én ismerek. Értem, a szemed nedvesen ragyog, az arcod pedig egy kicsit vörös. Lázas vagy? Na hát, én olyan vagyok, mint mindig. Akkor megengedi a Brave Gear működésének leellenőrzését? Hát felőlem lehet. De amit tegnap kértem, estig fejez be. Aurora nagyra nyílt szemekkel nézett a munkaasztalára. Ez a fej annyira aranyos. Egyszerre tűnik, hogy ilyen megrémültnek, de mégis ilyen vigyorgósnak. Hát, azt még nem fejeztem be. Akkor az enyémet majd később. Hát, hogy is csináljuk? Minden esetre először megmosakszom. Edzek, eszek, majd utána visszajövök. Addig elég, ha befejezed. Ha rólad van szó, Aurora, biztosan képes vagy rá. Rendben, akkor gyorsan befejezem ezt a munkát, úgyhogy minél hamarabb gyere vissza. Ó, milyen érdekes reakció. Kérdőjel. Ne foglalkozz vele, menj és gyere vissza gyorsan. Oké, akkor megyek. Vigyázz magadra! Aurora integetésére visszaintettem, majd elhagytam a labort. Húha, azért látszik már, hogy Aurorát belülről fűti a szerelem. Ez már Abennek nyilvánvaló, de Aratának persze még nem esik le a tantusz.
Egy óra múlva az edzésemet befejezve leültem a reggelim mellé. Tanári jékasra! Leülhetek mellé? Az valamit akar ez a csaj. Igen, csak nyugodtan, végeztél a munkáddal? A kérdésemre orra bólintott. Rendben, akkor helyettem irány a labor. Tehát mit kell majd csinálnom? Mikor megkérdeztem, Akari lépett be a helyiségbe. Ohayo, Arataku! Aurora-sanmo! Ohayo gozaimasu! Jó reggelt, Arataku-n! Aurora-san, neked is jó reggelt! Ohayo, Akari! Jó reggelt, Akari! Aurora köszönt Akarinak, majd ismét felén fordulva válaszolt a kérdésemre. Oké, akkor ha ettem a laborba megyek. Aurora bólintott, majd továbbra is az arcomat nézte. Van valami az arcomon? Aurora arca elvörösödött. Nem, semmi. Nincs semmi. Nézzétek ezt a tekintetet, ezt a pirulós mosolyt. Mi van, Akari? Semmi. Ez a fej. Azért látszik, hogy Aratát nem az esztéért tartják. Nem foglalkozva a kérdő tekintetemmel, Akari és Aurora elkezdte enni a reggeliét. Jó, ez a zene. Mostanában Aurora sok mindent kér tőlem. Mióta pár nappal ezelőtt megkért, hogy hadd ellenőrizze a Brave Girl működését, elég sokszor szól hozzám. A legegyszerűbb kérdésektől kezdve a kísérletek asszisztálásáig. Volt, hogy igen erőltetett indokkal szólított. Ettől néha úgy éreztem, csak unaloműzésként csinálja ezt. Hát látszik azért már, hogy rá van indulva főhősünkre. Amit Arata megtett érte, meg az elfekért, az látszik, hogy nagyon nagy hatással volt rá. Természetesen ma is megkért valamire. Crow és a mellette lévő királyság határán fészkelő szörnyek kiirtásából visszatérve, mivel az eredeti gérekről újra át akarta nézni a dokumentumokat, a könyvtárba hozott. Sugi a shoumen 2-kai no hidari gawa no kana. Ue kara 3 danme no migi kara 7 satsume. Sono 2 dan shita no. A következő szemben balra a második polcon, felülről a harmadik, jobbról a hetedik kötet, ez alatt két polccal lented. Aurora, én már elvesztettem a fonalat. Az volt a feladatom, hogy levegyem a könyveket, amit Aurora kért, majd ha elolvasta, visszategyem. Nem bánom, hogy segítenem kell, de ez nem olyan, amihez kifejezetten én kellenék. Elég lett volna megkérni hozzá egy cselédlányt. Ezen gondolkodva odavittem a kért kötetet Aurora székéhez. Ez lenyűgöző, Aurora, minden könyv helyét pontosan tudod. Ez semmiség, sajnos nem tudom a tartalmukat is megjegyezni. Néhány ember azt is mondja, hogy az elfeknek tökéletes az emléktárolók, de ez eléggé túlzás. Ez Doki mondta? Hát igen, neki a legtöbb elfhez képest elképesztő a tehetsége, csak olyan, amilyen. A tehetsége az, úgy tűnik tényleg valami, de nincs olyan memóriája, mint az elfeknek, ugye? Ezért sokakban erős az irigység veletek szemben, nem? Tényleg ilyenek az emberek? Te is, Arata? Nem, én meg vagyok elégedve azzal, ami velem született. De erőfeszítéseket teszek, hogy a meglévő erősségeimet minél jobbá tegyem. Ez is a hős kötelessége? Ha-ha-ha, kimondtad előttem, pontosan. A válaszomra Aurora elmosolyodott. Az emberek erőfeszítéseket tesznek. Aben is mondta, hogy készíteni akar egy emléktárolót. Te is teszel erőfeszítéseket, mint most is, én pedig támogatlak ebben. Ha megint nagyon szerelmesen néz. Aurora mélyen rám nézett.
Persze, ha ez nem zavar téged. Ha nem zavarja az, arra te megnyugodhatsz. Aurora megrázta a fejét. Szóna, melyoknak? Üresi vagyok, olyanste morajte. Egyáltalán nem zavarsz, boldoggá tesz, ha támogatsz. Akkor még jobban támogatni foglak. Melyik könyv a következő? Ha könyveket kell levenni a polcról, akkor én itt leszek. Aurora egy pillanatra hezitált, majd válaszolt. Először ezt a könyvet átnézem, addig ülj le oda. Leültem Aurora mellé és vártam a következő utasítására. Na, Frankon csicskáztatja Aratát. Ma a királytól jött egy kérés, hogy nézzem át a tó túlfelén lévő vadont. Majd mielőtt elindultam, még benéztem a laboratóriumba. Aurora merre van? A szobába belépve Dokit és a hercegnőt láttam egymással szemben állni. Az emlegetett szamár. Pont úgy lett, ahogy gondoltuk. Aurora nincs itt. Egy kicsit kiment, valamit szeretnél tőle? A király kérésére a tó túloldalára kell mennem, ezért ma és holnap nem fogok tudni vele lenni. No hát, ezek a szavak. Luna, hallottad, ugye? Valóban, tisztán hallotta mindkét fülemmel. Akkor majd adjátok át Aurorának. Harata-sama, szóra ga ikemasen! Szóna-kotoba-va csokszetsz oné-sama-ni osszaranájtó! Harata-sama, ezt nem szabad így. Ezeket a szavakat közvetlenül oné-samának kell elmondania. Aurora-sama-o naigashiro-ni shita-koto-ni natte-shimaimasu. Ez így olyan, mintha Aurora-samát figyelmen kívül hagyná. Hát ezt így nem szabad. Luna egy nagyos sóhajtot. Ikemasen. Taisetsuna yakusoku o dotakyan suru nara nao no koto. Nem szabad, főleg ha egy fontos ígéretet mond vissza az utolsó pillanatban. Hát nem igazán ígértünk meg semmit. Ikei no tensai ningen de aru watashi yori donkan na yatsu. Hát az jó. Ez olyan ábenes szöveg volt. Nálam a tudományok zseniénél nem gondoltam, hogy létezik tompább ember ilyen téren. Ez egy világrengető nagy felfedezés. Ábén doktor, ne próbálj ilyen csúf módszerrel jobbnak mutatni magát. Csuda egy figura ez az Ábén. Lumine hercegnő, ne dicsérjen ennyire. Miközben beszélgettünk, éreztem a folyosó felől, hogy közeledő jelenlétet. Egy közeledő jelenlétet. Amikor megfordultam, Aurora pont belépett a laborba. Ahogyan rám nézett, Aurora egyből elmosolyodott. Arata! Csoda jókata wa? Tanomitai koto ga aru no? Arata, pont jókor! Kérni szeretnék valamit! Bocs, a király kérése miatt holnap estig nem leszek itt. Jó, most fog Yanderébe átváltani. Ahogyan ezt mondtam, Aurora arcáról eltűnt minden arc kifejezés. Megint szörnyék. Azért megyek, hogy megbizonyosodjam azoké. Ha szörnyék. Nyugodj meg, én a hős vagyok. Valamint velem van a Brave Gear és a Rei is. Rendben, akkor vigyázz magadra, sok szerencsét. Kösz, ha visszajöttem, segítek bármiben. Várni foglak. Bólintottam, majd kimentem a szobából. Az utolsó pillanatban még láttam, ahogyan a hercegnő és Luna egymásra néz. Szerintem itt már mindenki tudja, hogy ezek ketten kezdenek összemelegedni, csak Aratának nem esik le a dolog. Jelenleg ez a helyzet. Mindenkit kérdezek, tényleg hagyjuk csak így őket? Lumine-sama wa tenkai no ososa, ie, nasa ni irattoshite rasshaimasu.
Lumineszam azért ideges, mert lassú, sőt, mert nincs semmi fejlődés köztük. Kakujú, watashi wa kireru ippo temae desu. Jiretta ittara ariashinai. Na ezek már lehet, hogy itt is sunyiba elkezdik egyre jobban összehozni őket. Jelenleg én is a határán vagyok, hogy kiboruljak. Elképesztően irritálóak. Arata-kun, hírótoste-wa migoton nan dakedo, otoko-toste-wa sinstegi nanoka donkan nanoka. Arata-kun hősként lenyűgöző, de férfiként nem lehet eldönteni, hogy úriember vagy csak egyszerűen tompa. Aurora-san no kimochi, wakatte nai yo ne. Aurora-san érzéseit biztosan nem érti. Jōsei-toste-wa kanari tsurai situation desu ne. Kawaisou na onee-sama. Nőként egy elég fájdalmas helyzet lehet. Szegény onee-sama. Arata-sama tte dare ni demo an nan desu ka? Arata-sama mindenkivel szemben olyan. Dare ni demo da yo. Hiro taru mono kōhei de aru beki da tte. Igen, mindenkivel. Ahogyan ő mondja, egy hősnek mindenkivel egyenlően kell bánnia. Ez szerintem valahogy más. Egy igazi hősnek, férfinak kell lenni. Akkor mit tehetünk, hogy Arata-sanból férfit csináljunk? Az éjszaka folyamán közösen látogassátok meg. Yamu-e-masen. Kójú-koto wa nē-san ni sōdan suru no ga ichiban ka to. Nincs mit tenni. Az ilyeneket a legjobb, ha nē-sannal beszéljük meg. Kette! Deva, minna de ikimashō. Rising-san e. Ez eldöntetett. Akkor menjünk. Cél a Rising-san. Majd Arina az majd megmondja, hogy mit kell tenni. Elfáradtam. A tó másik oldala ennyire nagy volt, ráadásul a szörnyek is megjelentek. Nem voltak sokan, de az egyikőjük azt állította, hogy egy közvetlen megbízott osztályú szörny. Ezért egy kicsit látványosabb technikát használtam ellene. Habár a Brave Girl-nek van gyógyító képessége, mire visszatértem a kastélyba, eléggé kimerültem. Minél hamarabb a szobában akarok lenni és pihenni. Ezért a kastély hosszú folyosóit még hosszabbnak éreztem. De elnyomtam a magamban azt az érzést, hogy segítséget kérjek valakitől. Mikor végre elértem a labor ajtajához, Aurora pont akkor jött ki. Arata, okaeri nasai. Dostano? Arata, üdv itthon! Mi történt? Nem, semmi. Amint ezt mondtam, a testem elkezdett eldőlni. De a megmaradt harci szelleme valahogy sikerült megállnom. Jól vagyok, csak egy kicsit hosszú volt az út, és remegnek a lábaim. Tehát elfáradtál. Megmasszírozzalak? Nem gondoltam, hogy Aurora ilyet fog felajánlani. Eléggé meglepődtem. Nekem jó lenne, de ráérsz? Elfu no sato jikiden no masszázs. No. Vérbeli elf masszázs. Igen, az elfek falujának legendás masszása. Nagyon jól hat. Köszönet érte, akkor menjünk a laboratóriumba. Mikor bementünk, nem láttam sehol Dokit. Doki merre van? A kísérletéhez szükséges dolgokat ment megvenni. Rendben, akkor használjuk azt a padot. Ez nem jó, ha nem fekszel el rendesen, nehezebb megmasszírozni. Menjünk a szobádba, Arata. Úha! Aurora meg akarja masszírozni Aratát, és a szobájába mennek. Csak ketten vannak a közelbe. Ebből most bármi lehet? Aurora javaslatára a szobámba mentünk. Majd ahogyan mondta, hasra feküdtem az ágyon. Akkor csak könnyedén kérlek, nem szeretem, ha fáj. Aro, muzukasítsú mo ne.
痛くないマッサージなんて存在しないか聞かないかよ。Hát ez egy bonyolult kérés. Az olyan masszázs, ami nem fáj, az nem létezik. Vagy nem hat. De vigyázni fogok, ha nagyon fájna, szólj. Rendben. Akkor. Na és masszírozik. Aurora is felmászott az ágyra. A lábai széttárva a csípőmet közre fogva rám ült. Ez egy férfi ágyára felmászva, ilyen helyzetben ülök, mintha én... Nem, ez nem olyan dolog, teljesen más, biztosan. A fáradt Aratát, hogy egy kicsit jobban legyen, csak megmasszírozom. Hé, hey, Aurora, még nem kezded, már teljesen felkészültem. Ha-ha-ha-ha, látom, teljesen készen állsz. Mégis mit képzelődöm itt? Nem vagyok én Lumine, milyen ostoba vagyok. Csak egy egyszerű masszázs. Aurora valamit motyogott, ezután mintha elhatározott volna valamit, vett egy nagy levegőt, a kezeit pedig a vállamra tette. A hosszú ujjai, mintha át akarnának szúrni, belemélyedtek a válizmaimba. Uóó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 
Majd olyan erővel, amit el sem tudtam képzelni, egy ilyen kecses elftől elkezdte ellazítani az izmaimat. Hidoy! Marude isido! Mányit tréningu steru noni! Ez szörnyű, olyan, mint egy kő, pedig minden nap edzel. Elméletileg eléggé ruganyosnak kéne lenniük, de hünn! Aurora ujjai elkezdtek oldalra mozogni, amitől újabb fájdalom támadt meg. Most sikerült a hangomat visszafogni, de a könnyem kicsordult. Nyújtást és relaxációs gyakorlatokat szoktál csinálni? Néha, de mostanában elfoglalt voltam, ezért nem. Ez az oka, hát nem csak a vállad, a nyakad is. Felkiáltója! A fájdalomtól már hangot sem tudtam kiadni, de Aurora ujjai irgalom nélkül folytatták a masszást. A nyakam végeztével jött a hátam, majd a csípőm. Most pedig a lábamon volt a sor, ehhez Aurora megfordította a pozícióját. Ahogyan hátra néztem, meglepődtem, milyen könnyen fordul a nyakam. Mi ez? A nyakam, a vállam elképesztően könnyű, ahogyan az elfek legendás masszásától elvárható. Aurora megfordult és mosolyogva válaszolt. Arigato. Ja, koko kara ga honban jo. Asi no chikara o nuite. Köszönöm, akkor most jön az igazi harc. Lazítsd el a lábod. Rendben, uhú! Ahogyan az Achilleszem felette kicsivel megnyomta, szinte kiugrott tőle a szemem. De Aurora komolyan csinálja, úgyhogy nem panaszkodhatok. Chikara o nuite. Itai dake da suji o itameru no yo. Lazítsd el, ez így csak fájni fog. Megsérülnek az izmaid. Rendben. Az Achilleszem után a vádlim, a térdem környéke, a lábfejem, minden részen végigmenve, Aurora sóhajtott egyet. Fú! Köszönöm, tényleg sokkal jobb. Még nem végeztünk, a felső testet is be kell fejezni. Ezt mondva Aurora ismét megfordult. Ismét a vállamnál kezdte, ahogyan előre hajolt, a haja hozzáért az arcomhoz. Egy kicsit csiklantozott, de jó illata volt. Most már a masszázs sem fájt, hanem nagyon jó érzés lett.
de amikor ettől a jó érzéstől majdnem elaludtam, hirtelen abba maradt. Aurora mozdulatai megálltak. Hátra nézve rá, Aurora arcán fáradtság látszott. Mindjárt bealszik rajtunk. Egy kicsit pihenek, már nem sok van hátra. Ezt mondva ellazult, majd a teljes súlyával a hátamra ült. A puha feneke egészét éreztem a hátamon. Természetesen közte volt a ruhám és Aurora fehér neműje, de ez nagyon veszélyes. A képzeletem teljesen megvadult. Egy ilyenkorú fiú ezt sehogyan sem tudja megállítani. Mit csináljak, mit csináljak, mit csináljak? Nem csak Aurora fenekét érzem, hanem a két oldalról körülölelő combjait is. Sőt, a fülemen a lélegzetét is éreztem. Az egyik testrészem pedig természetesen reagált erre. Úha, vajon melyik lehet az? Próbáltam úgy mozogni, hogy legalább kevesebb részen érintkezzünk, de a helyzeten nem segített semmit. Aurora, egy kicsit arrébb mennél? Ha azt mondod, hogy nehéz vagyok, mérges leszek. Hát igen, ezzel már Akarival is megjártuk. Nem vagy nehéz, egyáltalán nem vagy nehéz, Aurora. Ha? Hát Aurora, ahogyan a testünk összeér, nem rossz érzés, de hát a szívem nagyon ver, szinte folytogatóan. Aurora arca egy pillanat alatt vörös lett. Baka! Baka! Az arc kifejezése nagyon aranyos volt, ráadásul a testét is szégyenlősen kezdte mozgatni. Hűha! A testrészte már annyira reagált, hogy szinte megemelte a csípőmet. Húha, akkor végig még Aurora le fog borulni rólunk. Mivel hason voltam, így a nyugodtságommal is valamennyire be tudtam csapni a helyzetet, de már ez is a határán volt. Már sokkal jobb úgy, hogy a masszázs elég lesz. De már csak egy kicsi van és vége. Ennél többet már képtelen vagyok elviselni. Kérlek, ma legyen itt a vége! A fejemet lehajtva kérleltem Aurorát. Kérlek, ezzel megmentettél. Aurora sóhajtva leszállt rólam. Akkor a mai masszázsnak ezzel vége. Na hát, nem kelsz fel. Bocs, most nem kelhetek el. Csubak előjött a barlangjából. Aludni akarok, így ahogy vagyok. Tényleg nagyon elfáradtam. Aurora egy nagyot bólintott. Akkor jó éjszakát, lekapcsolom a villanyt. Aurora lekapcsolva a villanyt kiment a szobámból, majd a laborból is. Ahogyan teljesen eltűnt a jelenléte, végre én is kiengedhettem. Fú, ezután mégis hogyan nézek Aurora szemébe? Kedvességből megmasszírozott, bennem pedig olyan érzések jöttek elő. Egy baráttal, egy nővel szemben ez nagyon illetlen. Egy barátnővel, a szerelmemmel szemben még elfogadható lenne. Aurora a barátom, ugye? Akari, a hercegnő, Luna és Ciel valahogy egyformák. De Aurorával mostanában sok időt töltök együtt. Legtöbbször főleg a kutatás vagy vizsgálat miatt. Aurora szokott hozzám jönni. De ez csak munka, azt a segítek természetes barátként. De amikor együtt dolgozunk, Aurora arca a legtöbbször boldognak látszik. Az eddigi kicsit mogorvá magatartása is eltűnt mostanában. Lehet, hogy engem... Nem, az nem lehet. De nem utál, ugye? Erre gondolva megnyugodtam, nem rossz érzés.
Hirtelen a szemhéjam nehéz lett, majd lassan csendesen lecsukódott.